Köszöntöm a Gödi Televízió nézőit! A Gödi Sportegyesület NB2-es női kézilabdázói otthonukban a Balázsovics János sportcsarnokban fogadták az szintén veretlen Budakalász együttesét. A mérkőzés teljes egészében most felvételről megtekinthetik. Everybody was kung fu. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping.
Én akkor még olyan, hogy a másik.
Thank you.
Thank you.
Budakalászt fogadtuk a mai nap az otthonunkba, aki jelenleg ugyanúgy veretlenül állt a tabella második helyén. Nagyon készültünk erre a mérkőzésre, ugye az volt az elvárása a lányoktól, a csapattól, hogy egy magabiztos, meggyőző játékkal egy nagy gólarányú győzelmet arassunk, ami itt majd a meccsen is látni, ezt sikerült teljesíteni, 35-20 arányban 15 góllal megnyertük a mérkőzést. Én azt gondolom, hogy a jövőre való tekintettel, ugye a célunk az az NB1B-be való feljutás, és ott is a helytállás. Ez azt hiszem, hogy a mai nap megmutatta ez a csapat, hogy képes lesz arra, hogy a jövő évet is ilyen magabiztosan végig tudjuk játszani, és majdan ugye jövőre az NB1B-ben is hasonló szép sikereket tudjunk elérni. Azt gondolom, hogy a játékosok, ugye, aki esetleg még nem látogatott ki mérkőzésre, annak ajánlanám, ugye több olyan játékosunk van, aki 150-szeres, 160-szoros válogatott, kitérnék itt a Kirchner Erikára, aki amióta nálunk van, szívvel, lélekkel játszik, és rendkívül sokat segít, és sokat hozzátesz a csapatnak a jó teljesítményéhez. A Tóth Timi, azt hiszem ezt is, aki egy kicsit is szereti a kézilabdát, nem kell bemutatni, 155-szörös válogatott játékos. Ő most csatlakozott hozzánk az utolsó 4-5 fordulónál, ő több mint egy évet kihagyott sérülés miatt, most már kezd visszalendülni, és a mai mérkőzésen megvillantotta a tehetségét. Ugye mellettük még vannak jó néhány NB1-es játékosunk, aki régen NB1-ben játszott, és kitérnék ugye a saját nevelésű játékosainkra is, akik ezen a mai mérkőzésen is megmutatták, hogy tisztességgel helyt tudtak állni, és értékes tagjai a csapatnak. Mi az évvégi, évelei program? Hát most még ugye december 20-áig fogunk edzéseket tartani. December 17-én lesz egy 3 csapatos kis tornánk így az évet lezáróan. A Pilisvörösvár és a Szentendre mind a kettő NB1B-s csapat. Őket fogjuk itthon vendégül látni. Ez egy keddi nap, úgyhogy esetleg a nézőket, hogyha szeretnék megnézni. Ez egy edzőmeccs jellegű kis torna lesz, szívesen várjuk, és 20-án lesz egy záróbankettünk, és január 7-én fogjuk kezdeni a felkészülést, és február 23-án lesz az első mérkőzésünk.